Egy honvédségi visszaélés, jogellenes parancs miatt a katonai ügyészséghez fordulok, miután több panasz és egy hozzám kiszivárgott jegyzőkönyv szerint a honvédség állományában lévőket parancssal kényszerítik az oltás felvételére, és a BTK 444. paragrafusa szerinti parancs iránti engedetlenségnek minősítve fenyegetik az oltást elutasítókat. Ez a parancs nyilvánvalóan jogellenes, emberi méltóságot, ezen belül az egészségügyi önrendelkezés jogát sérti, és nincs összhangban a fizetés nélküli szabadságot, mint szabadon választható lehetőséget előíró kormányrendelettel. A feltételes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok visszautasítása egyelőre jogában áll az embereknek, pusztán munkájuk, fizetésük megvonásával zsarolt eddig a kormány, így ez most újabb szintlépés a kényszerítésükben. Ráadásul a veszélyhelyzetben nem engedik leszerelni a fegyveres testületek tagjait, miközben több alakulattól érkezett panasz, sőt már egy konkrét jegyzőkönyv is egy hozzám segítségért forduló bajtársunktól, mely szerint a honvédség arra is szükségesnek tartja felhívni az állomány figyelmét, hogy fizetés nélküli szabadság esetén sem folytathatnak más kereső tevékenységet, így akár évekig megvonják a jövedelem szerzés lehetőségét az érintettektől, számtalan család életét keserítve meg. A kormányzati intézkedést pedig azért is tartja elfogadhatatlannak a Mi Hazánk mozgalom, mert a Magyar Honvédség folyamatosan régóta létszámhiánnyal küzd, még ha éppen ezért 2016-tól titkosítják is a pontos adatokat. A Magyar Honvédség parancsnokának az oltások felvételének kötelezéséről szóló hivatkozott 585/2021 számú parancsa nem nyilvános. Azt az állomány tagjainak sem bocsátják rendelkezésére, de arra hivatkozva fegyelmi eljárással, illetve BTK-val fenyegetnek, holott egyszerre kétféle eljárás nem is folyhat. Ez visszaélés a honvédelmi törvény 51. paragrafusával, mely szerint a katona szolgálat teljesítése során köteles végrehajtani a jogszabály sértő parancsot is. Ezért a Mi Hazánk mozgalom sürgős intézkedést vár a honvédelmi minisztertől és a katonai ügyészségtől is.